A 2023-as év jelentős mérföldköve lesz a magyar mezőgazdaságnak. A gazdáknak mind a mellett, hogy a gazdálkodásuk megtervezéséhez a közös agrárpolitika részletszabályozásait is meg kell ismerniük, tisztában kell lenniük a földforgalmi szabályok változásaival is. Erről tartottak február 1-én nagyszabású gazdafórumot Kalocsán, ahol dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára a földforgalmi törvény változásairól beszélt. Az új szabályozás szerint az egyik fő változás, hogy kiminősül helyben lakónak. Továbbra is 3 éves előírást, legalább 3 éve helyben lakónak kellene, továbbra is életvitelszerű helyben lakást kell igazolnom. Na de a kérdés az, hogy vajon a lakóhely, a tartózkodási hely, vagy mivel tudom én igazolni, hogy helyben lakó vagyok. Január 1-től a szabály az lesz, ha nekem lakóhelyem van, csak lakóhelyem, akkor itt minősülök életvitelszerű helyben lakónak, külön egyéb igazolás nélkül, tehát nem kell hozzá jegyző igazolás. Ha nekem van lakóhelyem, mondjuk itt, Kalocsán, meg mondjuk Kecskeméten van tartózkodási helyem, akkor az a törvényi védelem, hogy én csak Kecskeméten minősülök helyben lakónak, tehát ha mind a kettő van, akkor a tartózkodási hely az, ami a helyben lakást megalapozza, ott is ugye 3 évnek meg kell lennie. A vételár tekintetében is új szabályt vezettek be. A jövedelem számítás helyett települési átlagárat számítanak majd. Ennek során az előző naptári év nem állami földértékesítésből származó adásvételeit veszik majd alapul. Ezt a települési átlagárat maximum 10%-kal haladhatja meg a vételár. Emellett az elővásárlási sorrend is változott. Első helyen a magyar állam, másodikként pedig a tulajdonostárs áll. Csak akkor tud a tulajdonostárs ranghelyre hivatkozni, ha az összes parcellában tulajdonostársnak minősül. Ez is egy friss változás, tehát egybefoglalt vételárnál csak akkor, hogyha az összes ingatlanban tulajdonostársnak minősül. Az elővásárlási sorrend 3. helyén a földhasználó áll. Ezt követően már változik a sorrend. Eddig után a földhasználó után volt a helyben lakó szomszéd, de az ő helyére jön be, magyarán megelőzi őt a sorrendben, helyben lakó állattartó, helyben lakó ökogazdálkodó, helyben lakó vetőmagtermesztő, kertészeti tevékenység esetén, tehát szőlő vagy kertművelési ág esetében, aki kertészeti tevékenységet vállal. Szintén fontos változás lesz, hogy amennyiben olyan földre kötnek adásvételi vagy csereszerződést, amely más személynek van bérbeadva, úgy az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az adott termőföld milyen bérleti díjon, milyen időtartamra van kiadva haszonbérletbe.